A híradó végén megígértem, és így is teszünk, a hírórát folytatjuk a kiemelővel. Jó estét kívánok! Mai műsorunk első vendége Szilágyi Áron, a Leskovszki hangszergyűjtemény vezetője, akivel arról beszélgetünk, hogy miként ünnepli a gyűjtemény fennállásának 40. évfordulóját az intézmény. Aztán megmutatjuk, hogyan alakul ki egy spontán hócsata, de a téli időjárás veszélyesebbik oldaláról is szólunk. Ebben a segítségünkre második vendégünk Farkas Attila, címzetes rendőr, főtörzszászlós, baleset megelőzési előadó. És végül szólunk a Bács-Kiskun megyei családesélyteremtő és önkéntes ház idei jótékonysági akciójáról is kezdünk. Ahogy arról a híros hírekben beszámoltunk, jövőre lesz 40 éves a Leskovszki hangszergyűjtemény. A jövő évi tervekről, az ünnepi programsorozatról Szilágyi Áron gyűjteményvezetővel beszélgetünk. Jó estét kívánok, üdvözöllek! Jó estét kívánok! Nos, ma tartottatok egy sajtótájékoztatót, amelyben kiderült az, hogy december 29-én kezdtek egy nemzetközi dorom konferenciával és egy világzenei fesztivállal, a Global Vibes fellépőivel és egy szakmai konferenciával. Ez azért egy elég magas szintű kezdés, így emellett azért majd a szórakoztató elemek is, tehát a konferencia mellett be fognak jönni a programsorozatba? Persze, ez elsősorban a szórakoztatásról szól, de mivel vannak olyanok, akiket kifejezetten érdekel a világ egyik legősibb hangszere, a dorom, nekik konferencia programot is szervezünk. Valóban több éve már, hát ha jól számolom, ugye ez nem egy ilyen sorszámozott rendezvény, hogy a 7. Global Vibes, a 8., nem. 2005-ben szerveztünk először a Nemzetközi Doromb Fesztivált, ahova nemzetközi fellépőket hívtunk meg. De december 29-e pedig hát 2011 óta szerepel a naptárunkban, és ez egy nagyon érdekes és különleges rendezvény, hiszen ez egy bulival kezdődött. Az első zenekarunkat testvéremmel, Szilágyi Barnabással és kedves cimborámmal, Oszival alakítottunk, Navrang néven 1999-ben, december 29-én volt az első koncertünk, és kitaláltuk, hogy milyen jó lenne, hogyha elhívnánk a barátainkat is, de rájöttünk, a barátaink külföldön élnek. Hát mindenki elment külföldre dolgozni, és mikor jönnek haza? Karácsonykor. A családnál le tudják a beiglit, és utána eljön. Ráhangolódnak szilveszterre. Persze, igen, szilveszterre ráhangolódnak, de oda már úgyis más programot szerveztek le. A kettő közé tegyünk be valami olyat, amikor tudnak találkozni, tudunk koncertezni, de hát akkor egy-két baráti zenekar is jöjjön el. És ebből alakult ki, hogy egyre több baráti zenekar lett, és egyre többen érdeklődtek a rendezvény iránt, hogy idén, december 29-én a Global Vibes-on 8 országból jönnek fellépők, 35 fellépő lesz, kiegészül egy konferencia programmal, workshopokkal, és egy teljesen színes, gazdag, nemzetközi világzenei programot tudunk a látogatók elé biztosítani. Lehet, hogy kicsit az első kérdésemet félreérthetően tettem fel, mert egy magas szintű programmal kezdtek, de leginkább arra lettem volna kíváncsi, hogy azért folytatódnak azok a nagyon népszerű dolgok is, ahol a kis cumisokra, mint közönségre vágytok. Tehát az én gyerekem is a hangszerbabusgaton szocializálódott, és onnan van a mai zenei érzékenysége. Vagy akár a szobakoncert rendezvényeket is folytatni fogjátok? Vagy valamilyen új köntösbe beöltöztetitek? Én úgy gondolom, hogy egy egyéves programsorozatnak a kezdőrúgása mindenképpen erős kell, hogy legyen. Úgyhogy ezért találtuk ki, hogy már az előző évben, szóval két nappal a hivatalos... Szóval, hogy nem egy hangszerbabusgatóval kezdtek. Nem egy hangszerbabusgató lesz a kezdőrúgás, valóban. És az eddigi programjaink természetesen folytatódnak. A hangszerbabusgató nagyon jó, hogy felhoztad egyébként, hiszen én is úgy gondolom, hogy a zenei nevelés az a legkisebb, legfiatalabb gyermekkorban kell, hogy elkezdődjön. Kodály Zoltán is így gondolta, hogy már az anyaméhben el kell, hogy kezdődjön a zenei nevelés. Az egyik legnépszerűbb programunk, tényleg hetente háromszor csináljuk, mindig teltházzal megy, úgyhogy ez tovább fog menni. De iskolai programokat is szervezünk, iskolákkal egy partnerséget szeretnénk kialakítani, egy szorosabb és szervezettebb partnerséget szeretnénk kialakítani, aminek keretén belül az iskolai témahetekhez kapcsolódó
programokat valósítunk meg a hangszergyűjteményben. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a hangszerek világa az nem csak az énekzene oktatáshoz kapcsolódik. Ezek a hangszerek a világ minden részéről származnak, különböző korokból származnak. Mi számtalanszor tartunk földrajzórát, különböző kontinensek hagyományairól, különböző népek tradícióiról lehet előadást tartani a hangszerek segítségével. Történelem órához kifejezetten jó a hangszerek világa, hiszen március 15-e környékén a tárogató zene, az, hogy mondjuk a kisdobosok mivel hívták a gyülekezésre. Így van. Mivel hívták a gyülekezést? Mivel hirdették a hírt? De ugyanúgy bármilyen korba vissza tudunk menni, hiszen több száz évre visszamenőleg vannak hangszereink. És ez egy-egy hangszer nagyon jó apropó ahhoz, hogy egy egészen jól kifejtett háttérismeretet adjunk át a gyerekeknek. Mégis keresitek, és mégis nagyon sok minden múlik azon, hogy hogyan kapja meg a kisiskolás az első énekórájának a hangulatát, és ti keresitek az év énektanárát, ugye, vagy a megye énektanárát. Ki a jó énektanár ma? Mi az ország legjobb énektanárát keresik. Az a jó énektanár. Nálunk az kapja meg a díjat, akit a zsűri kiválaszt azok közül, akiket a gyerekek neveznek. De milyen egy jó énektanár? Szerintem az a jó énektanár, aki lelkesíti a gyermekeket, akinek örömbe járni az órájára, akinek az óráján az egész heti stresszt el lehet felejteni, és így ezt elengedjük, aki észreveszi a bújtatott tehetségeket, és nem csak azokat a tehetségeket, akiket a szüleik már régen felfedeztek, és csúnya szóval élve tolnak, hanem azokat is, akikre esetleg nem figyelnek otthon annyira, akik olyan környezetből jönnek, hogy csak arra várnak, hogy egy tanár meglássa bennük a kiemelkedési lehetőséget. Szóval egy égő fákját szeretnénk bemutatni az országnak, hogy igen, ilyen is lehet egy énektanár, aki teljesen naprakész dolgokat tanít a gyerekeknek, aki nem riad vissza attól, hogyha popzenét játszik, vagy hallgat a gyerek, aki, hogyha éppen arról van szó, hogy rappelésben, vagy beatboxban nagyon ügyes a srác, akkor abban az irányba terelgeti, hogy ettől nem az lesz, hogy te börtönben fogsz kikötni, hanem nézd meg, itt vannak ezek a példák, ezek a külföldi példák, hogy mennyire híres zenészek lettek. De már az is elég, hogyha valaki egyszerűen csak megtanulja az örömet lenni a zenében, és kinyitja a gyerekek szívét. Hol jelentkezzen az ilyen énektanár, vagy valaki másnak kell őt kandidálnia? A pályázatot még nem írtuk ki, hamarosan megjelennek a pályázat feltételei, de elképzelésünk szerint arról van szó, hogy a diákok jelölhetik a kedvenc énektanárukat. Valami jó kis frappáns videóval, és mellé egy olyan motivációs levéllel, ami felkelti a zsűri érdeklődését. Milyen zsűri lesz? Mindenképpen országosan ismert szakértőket is szeretnénk a zsűriben tudni. Olyanokat, akikkel tudnak azonosulni, akiknek az értékrendjével mi tudunk azonosulni, a gyerekek és az énektanárok pedig jól ismerhetik akár a tévéképernyőről is. És akkor mikor tudjuk meg, hogy ki lesz az év énektanára? Valamikor a jövő év folyamán? Jövő év szeptemberében mindenképpen szeretnénk már kihirdetni az év énektanárát. Igen. Azért is kérdezem, mert jó hosszú évnek nézünk elébe, ugye most kezdődik, és ebben lesz, ugye most esik a hó, de majd jön a tavasz, meg jön a nyár, esetleg a programokat szabadtéri részre is kiviszitek? Nekünk a szabadtéri programjaink, igen, több szabadtéri programunk is szokott lenni, de ezek nem rendszeres programok. Ugye a Leskovszki hangszergyűjtemény bent van a Hírosváros turisztikai központban, de szerencsére partner szervezetekkel dolgozunk együtt, akik kifejezetten kérik azt, hogy a hangszergyűjtemény szakmai vezetése alatt szervezzünk olyan koncerteket és olyan eseményeket, amik illeszkednek az ő központi rendezvényükhöz, de mégis egy sajátos milliót
tudtunk teremteni. Tavaly például a Csiperóval volt az Európai Jövője Egyesülete, volt egy nagyon jó együttműködésünk, és a Romkertnek a programjait állítottuk össze. Ez egy nagyon sikeres együttműködés volt, és én úgy gondolom, hogy a közeljövőben is fog folytatódni ez az együttműködés. Lejárt a műsoridőnk. Én közben pont azon gondolkodtam, hogy kit kandinálnék az évének tanára posztra. Igen. És most jön az ünnep, biztos, hogy levetíti valamelyik csatorna a Legyetek jók, ha tudtok, olasz filmsorozatot. Nem tudom, hogy megvan-e, de Fülöp atya az egy jó ének tanár volt. Hát aki könnyek nélkül kibírja azt a filmet, annak gratulálok. Reméljük, hogy hasonló karaktereket fogunk találni. Áron, figyelni fogunk rátok a jövő évben, és boldog ünnepet kívánok a jöjtemények. Boldog ünnepet kívánok neked és a tévénézőknek is. Folytatjuk a kiemelőt. A hétvégi havazásnak köszönhetően csodálatos fehér köntösbe öltözött a Hírösváros. Kollégánk Molnár H. Boglárka a főtére ment kideríteni, mit szólnak a kecskemétiek mindehez. Munkatársaink még egy spontán hócsatába is belecsöppentek. Fehérre váltott a Kossuth a köpenyét a városháza előtt. Pénteken este kezdődött el a havazás, és szombat reggelre már jó pár centi hóréteg borította az utakat. Ennek azonban nem mindenki örült. Aki reggel indult útnak, annak bizony jó sokáig kellett takarítania az autóját. Volt, aki még a havazásban is biciklivel közlekedett, sokan ernyővel védekeztek a csapadék ellen. A szombati munkanapon nem volt egyszerű sem a munkába, sem a hazajutás. A városban sok embert láttunk nehéz szatyrokkal sétálni, akik a karácsonyi bevásárlásokat intézték. Óber Frank annak kezében is volt pár ajándék, azokkal próbált egyensúlyozni a csúszós úton. Én sajnos nem szeretem, már régebben szerettem, ma már nem nagyon szeretem, és nagyon nehéz a csomagokkal menni. Az biztos, hogy a fiatalok örültek a legjobban a hónak. Sokan korcsolyáztak a főtéren, nem ijedtek meg a havazástól és a hidegtől sem. De más mosolyt fakasztó jelenettel is találkoztunk. Egy spontán hógolyózás részesévé váltunk szombaton. Az iskolából tartottak hazafelé a fiúk, akik nem ismerték egymást, de mégis hócsatába kezdtek. Örülök, hogy van hó, mert lehet hülyéskedni barátokkal és idegenekkel, igen, és... Kicsit fázok, de örülök, mert viking fia vagyok, és így nem, és így nem fogok fázni. Én igazából pozitívan élem meg ezt a hóesést, rengeteg embernek ezzel bajai vannak, hogy ó, hóesés, már megint takarítani kell az utcákat. Én pozitívan élek meg, hógolyózom, és élvezem, hogy van ilyen évszak. Miután a fiúk kijátszották magukat és búcsút vettek egymástól, mi is mentünk tovább a körsétánkra. Találkoztunk másik két fiatallal is, akik éppen hóembert építettek. Mint kiderült, egyikük cserediák, és még soha nem látott havat. Most épít elsőnek hóembert, tehát cserediák, emiatt. Mert nem lesz olyan nagy. De attól még hóembernek hóember. Vasárnap hajnalig körülbelül 8-10 cm hó esett le. A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Munkatársai péntek éjjel 1 órakor indultak útnak, és egészen reggel 8 óráig dolgoztak. Feltakarították és lesózták a buszmegállókat, a buszútvonalakat, a gyűjtő és főútvonalakat, valamint a fontosabb épületek, oktatási intézmények körüli utakat. 5 kézi brigád dolgozott egész éjjel összesen 20 fővel, 4 autó és 6 kis autó végezte a gépi sózást. Nem volt ez másként szombat este sem. Akkor 5 nagy gép, 6 teherautó és 3 darab 6 fős kézi brigád takarította és sózta az utakat. Van egy járőrautó is, amely folyamatosan járja az utakat. 24 órás ügyeletben vannak a szakemberek. Ország Ferenc okleveles meteorológus elmondta, a hét második feléig nem kell csapadékra számítani. Ám csütörtök délutántól havas esőre, ónos esőre kell készülnünk, ez pedig nagy gondot okozhat majd. Mivel mínusz 8 és mínusz 12 fokos minimumokra kell készülnünk, ezért a csapadék egyből ráfagy majd a faágakra, vezetékekre, amelyek a nagy súlytól könnyedén leszakadhatnak. A reggel útnak indulóknak pedig továbbra sem lesz könnyű dolguk, a csúszós út mellett apára nehezíti majd a közlekedést. Thank you.
Most bemutattuk a téli időjárás pozitív oldalát, azonban arról is szótejtünk, hogy mi mindenre tanácsos odafigyelni, mielőtt autóba ülünk. Vendégünk Farkas Attila címzetes rendőr, főtörzs zászlós, baleset megelőzési előadó. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nos, hát ugye leesett a hó, szerintem mindenkinek még így másfél hónappal ezelőtt még már-már ilyen késő nyári hőmérsékleteket mértünk, most pedig keményen jegesek és téliesek az útviszonyok. Amikor elindulunk reggel, mire érdemes odafigyelni? Hogyan álljunk egyáltalán ezekhez a körülményekhez hozzá? Én azt szoktam mondani, és ez egyébként nem csak a téli időszakra érvényes, hogy az első és legfontosabb, hogy mielőtt elindulunk, egyáltalán mielőtt a házból, az épületből kilépünk, egy kicsit gondoljuk át, hogy most közlekedni fogunk. Most valahova elindulunk, ha autóval megyünk, ugye beülünk egy 1-2 tonnás fém szerkezetbe, amit 50-90-130 km/h sebességgel hajtunk. Ennek fizikai paraméterei vannak, ami alól nem lehet kibújni. Tehát egy kicsit vegyük tudomásul, hogy ez egy veszélyes üzem, és igenis oda kell figyelni a közlekedés során. Természetesen a téli időszakban nagyon fontos, hogy a világító berendezéseinket ellenőrizzük, illetve már előző este célszerű a meteorológiát is egy kicsit megnézni, meghallgatni, hogy milyen időre számíthatunk. Ha úgy látjuk, hogy fagypont körüli hőmérséklet, ez egyébként a plusz 4 Celsius fokot jelenti már, tehát amikor a hőmérőink, amik magasabban vannak elhelyezve, plusz 4 fokot mutatnak, az útburkolat közelében már lehetnek fagyok, lehetnek jeges szakaszok. Tehát hiába szürke az útburkolat szárazat. Így van, az is előfordul, hogy egyáltalán nem is veszi észre, tehát nem látható, optikailag nem feltétlenül látszik. Ez útburkolat minőségétől is függ, hogy ott csúszós, illetve felhívnám a figyelmet az út fölé hajló fákról lecsöpögő és az útra fagyó nedvességre, ami szintén helyenként jeges foltokat idézhet elő. Az ember azt gondolná, hogy jó, száraz úton megy, még akár ha otthon előtte csinált egy fékpróbát, akkor is úgy tűnik, hogy hó, minden rendben van, és hirtelen azon az 50-20 méteres szakaszon viszont csúszik, és akár ki is farolhat az autó. Szűk keresztmetszet még a magyar közlekedő társadalomban a téli gumi, nyári gumi kombó. Tehát problémát jelent az, hogy mondjuk még sokan nyári gumival közlekedtek, vagy azért már ehhez felnőttük? Lassan kezdünk fölnőni, én azt látom, egyre többen használnak téli gumit, illetve most már elég korszerű 4 évszakos gumikkal is találkozunk. Egyébként azzal sincs baj, hogyha valaki nyári gumit használ, de tudja, hogy nyári gumi van az autó alatt. És vicce versa, gondolom, az se baj, hogyha tudjuk, hogy a téli gumiknak mi a kapacitása. Így van, tehát a téli guminak is azért a korlátait ismerni kell. Tehát nem művelnek csodát, segítenek, rövidebbé teszik a féktávolságot, ha a gumikban bízva nem megyünk gyorsabban, hiszen akkor visszaérkeztünk a kiinduló pontra. Én nagyon sokat közlekedek, és most a hétvégi havazás után ma reggel nagyon sok olyan autóval találkoztam az autópályán, ami egy hókupac volt. Tehát egy kis rés volt nyitva az ablakon, de elől-hátul a 15 centis hóvastagság az autó rajta volt, és sűrített, mint egy hóágyú. Ez mennyire szabályos? Hát tulajdonképpen a szabályok ugye azt írják elő, hogy egyrészt a járművezetőnek biztosítania kell a járműből való megfelelő kilátást, ez az egyik dolog. A másik, hogy azt is talán kevesebben jegyezték meg a KRESZ-ből, hogy a járműről semmi sem hullhat az úttestre, a többi közlekedő elé. Tehát azt is figyelembe kell venni, például a jármű tetejéről is illik letakarítani, ha vastagabb a hó, és ez a hó szóródás is elég veszélyes lehet, illetve hogyha mondjuk sokan tapasztalták, és biztosan mérgesek, ha a kamionról eléjük csúszik egy jégtábla, de ugyanez az is, ha az ő autójukról egy nagyobb hórög esik a mögöttük jövő elé, hiszen az illető nem tudhatja, hogy ez egy fagyos jéggé fagyott hótömb, vagy egy puha hótömb. Tehát ez részben ijesztő is, tehát meg is ijesztheti a mögöttük haladót, illetve azon a felületen, ahova leesik, ott hirtelen egy csúszós felület keletkezhet. Mindenképpen célszerű tisztességesen letakarítani, és ez visszautalnék a téli fölkészülésünkre, ugye, hogy érdemes egy picit korábban kelni. Egy 10 perc, 4 órával korábban fölkelni a hideg napokon, hogy tisztességesen le tudjuk takarítani az autóról a havat, jeget, a ráfagyott dért. Ezekben az időkben, de szerintem függetlenül attól, hogy most téli vagy nyári útviszonyok vannak, sokszor találkozunk olyanokkal, amikor például előznek minket, vagy más közlekedőtársakat látunk, hogy már messziről látjuk azt, hogy nagyon felelőtlenül, nagyon gyorsan, fittyet hányva a környezetére jön, megy, előz minket, és szerintem mindenki látott már olyan videót, amikor ezeket az autós társakat megpróbálja a másik autós okítani, lassítani, elévág, nem engedi hajtani. Szóval a kérdés az, hogy okítsunk-e, vagy mi a teendő akkor, amikor azt látjuk, hogy ön is közveszélyes közlekedő érkezik felénk? Én azt mondom, hogy semmiképpen ne okítsunk,
Senki nem szereti, hogyha más mondja meg, hogy mit tegyen és hogyan közlekedjen. Nyilvánvaló, hogy mindenkinek a saját közlekedési szokásait lehet kialakítani, a saját közlekedési morálját tudja meghatározni. Nagyon veszélyes a közlekedésben ez a fajta cselekvés, ez a fajta viselkedés, amikor a másikat próbáljuk tanítani, úgymond, vagy megtorolni a szerintünk sérelmünkre elkövetett szabálysértését. Mi próbáljuk meg inkább ezt a helyzetet biztonságossá tenni. Ha például mondjuk valaki nagyon közel jön mögöttünk, akkor mi tartsunk kicsit nagyobb követési távolságot, hogy ne kelljen hirtelen fékeznünk, ha előttünk fékeznek. Illetve ha valakit előzni látunk, ilyen kirívóan húzódjunk jobbra. Egyébként is én azt tudom javasolni, ha valaki előttünk lassan megy, és esetleg észreveszik, hogy a közelben van egy kereszteződés, akkor ne mindjárt balra húzódjunk, hanem először várjuk meg, hogy mi a szándéka, és ha azt látjuk, hogy irányjelez balra, hogy ő be akar kanyarodni, akkor húzódjunk jobbra, hogy a mögöttünk jövők is láthassák az ő jelzését. Tehát nagyon fontos, hogy próbáljunk partnerek maradni a közlekedésben, akkor is, ha vannak olyanok, akik ezt nem teszik. Ne csak az autósokról beszéljünk, gyalogosok is bőven vannak a városban, és bizony nagyon sokszor a gyalogos is felelőtlenül és meggondolatlanul lép le a zebrára, vagy éppen egy biciklis anélkül, hogy körbenézne, gyakorlatilag a zebrán átsuhan. Nekik mi a legfontosabb üzenet ilyenkor? Hát a legfontosabb üzenet az az, hogy különösen ezekben az időkben ne feledkezzenek arról, hogy bár ők ugye jól látnak általában, hiszen a szemük alkalmazkodik a környezethez, és nincs előttük ez a szélvédő, ami akár deres párás is lehet. Vegyék figyelembe, hogy az út ilyenkor csúszik. Nyilván ők nehezebben mérik fel, legalábbis a legtöbbjük, közöttük is van azért, akinek van vezetőengedélye, és pontosan tudja, de akik hirtelen elébünk lépnek, azok általában olyanok, akik ezt nem tudják fölmérni. Nekik is csak azt tudom tanácsolni, mikor otthonról elindulnak. Vegyék tudomásul, hogy közlekednek, gondoljanak, csak egy gondolat. Én most kilépek az utcára, és közlekedni fogok. És fokozottan figyeljenek oda ilyenkor a lelépésre, még akkor is, ha egyébként elsőbségi helyzetben vannak, gyalogátkelő helyen például, vagy ugye, amit sokan elfelejtenek, hogy a kanyarodó járművel szemben elsőbsége van annak a gyalogosnak, aki annak az útnak az úttestjén megy át, ahova a járművezető bekanyarodik. Tehát ebben a helyzetben is legyenek körültekintőek, hiszen pont amiről beszéltünk, hogy helyenként is lehet csúszós az út, vagy az autós is lehet figyelmetlen, nagyon nagy körültekintés kell ahhoz. Általában két ember kell ahhoz, hogy megtörténjen a baleset. Az egyik nyilván valamilyen szabálysértést követ el, a másik meg esetleg elkerülhette volna, ha jobban figyel. Önöknek közlekedési szakembereknek ilyen szűk keresztmetszetnek számít az is, és soha nem felejtem el, talán Békés Csabán történt az a baleset, ahol a fiatal lány fülhallgatóval, zenét hallgatva ment ki a szirénázó mentő elé, a balesetben életét is veszítette. Tehát probléma az, hogy ma a járókelők is úgy mennek, hogy gyakorlatilag a külvilágot sokszor még egy kapucnival is kizárják, mind vizuálisan, mind audiovizuálisan a saját szemünktől. Ez elég komoly probléma. Külön erre egyébként a statisztika nem tartalmaz adatot, hogy most hány baleset résztvevőnek volt kapucni, vagy esetleg headset a fülében. Olyan eset volt az én praxisomban is, amikor a vonat kürtjét sem hallotta a fiatalember, mert olyan hangosan hallgatta a zenét, és a sineken kellett ugye sétálni, mert ott volt kényelmes. Mindenképpen azt tudom mondani, hogy nyilván ezt nem lehet megtiltani, és nem is akarjuk, a kapucnit meg főleg, hiszen ilyenkor hideg van, de legyünk a tudatában annak, hogy most a hallásunk korlátozott, a látásunk korlátozott, és tessék akkor, ha ugye így hiába nézünk körül, akkor tessék vagy félrehúzni a kapucnit, vagy egész testen fordulni, pontosan azért, hogy meglegyen az esélyt, legalább saját magunknak adjuk meg arra, hogy észrevegyük a másik résztvevőjét. A saját érdekünkben mindenképpen. Ittas vezetés, közelednek az ünnepek. Azt az egy ünnepi konyakot biztosan ne? Semmiképpen. Magyarországon zéró tolerancia van, ez egyértelmű, ezt tudja mindenki. Már csak azért is, mert ha már az az egy konyak bent van, ugye utána már sokkal nehezebb megállni a másodikat, és hát azért tudom én is, hogy ez úgy működik általában nálunk Magyarországon, mert vannak külföldi országok, ahol ebéd után megiszunk egy pohár bort, és kész. De nálunk ez inkább úgy működik, hogy leülünk valakivel beszélgetni, borozgatunk, és akkor még egyet, és belefeledkezünk. És az italnak az a veszélye, hogy magát az érzékelésünket is tompítja. Tehát mi még úgy érezzük, hogy semmi gond, hogy jók a reflexeink, hogy még ugyanolyan gyorsak vagyunk, de nem, ez csak az érzékeink csalatkoznak.
A baj sokszor megtörténik, ha megtörténik, az a lényeg, hogy minél gyorsabban túl legyünk rajta és megoldjuk a problémákat. Ha mondjuk egy koccanásos baleset van itt az ünnepek során, és önöknek is nagyon sok munkája, mit üzen azoknak a résztvevőknek, akik egy ilyen balesetben részt vennek? Mindenképpen hívjanak rendőrt, vagy próbálják megoldani betétlappal, mi ilyenkor a teendő? Röviden. Hát ugye feltételek vannak, meg ha személyisérlés történik, vagy hogyha valamelyik fél ittas, akkor mindenképpen rendőrt kell hívni. Ha nem tudnak a balesetben megegyezni, nem tudják eldönteni, hogy ki a hibás, akkor még bízhatják a biztosítóra, de jellemzően akkor már jobb, hogyha rendőrt hívnak, és a rendőr segít abban, hogy csak hát azt tudni kell, hogy a rendőrnek intézkedési kötelezettsége van, tehát akkor számítani kell arra, hogy ennek helyszínbírság lesz a vége valamelyik fél részéről. Egyébként, hogyha meg tudnak egyezni a felelősségben, nem ittas senki és nincs személyi sérülés, akkor célszerűbb ezt az A4-es méretű kék-sárga nyomtatványt, az úgynevezett európai balesetbejelentőlapot az autóban tartani, és ennek a kitöltése alkalmas arra, hogy a kárt később a biztosítón keresztül lehessen rendezni. Farkas Attila címzetes rendőr főtörzászlósnak és valamennyi rendőr kollégájának kívánok most boldog karácsonyt, és sikeres, de én a siker alatt azt értem, hogy egy unalmas új évet. Köszönöm, 2019. és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen, folytatjuk a kiemelőt. Két jótékonysági gyűjtést is szervezett a Bács-Kiskun megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház. Nem csak játékokat és könyveket gyűjtenek, hanem élményeket is szeretnének adni a rászoruló családoknak. Az akció során mintegy 300 gyermek és család karácsonyát teszik szépé. Én is hoztam egy kis ajándékot, és ezt szeretném, ha a Mezei utcai közösségi házba kerülne. Engert Jakabné, a Nők a Nemzet Jövőért Egyesület elnöke is hozott ajándékot a rászoruló gyermekek számára. Két jótékonysági gyűjtést is rendezett a Bács-Kiskun megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház, amelynek munkatársai azt szeretnék, hogy minden családnak boldog karácsonya legyen. Két programról van szó, melyek ezek, mit kell tudni róluk? Hát az egyik jótékonysági programunk, immár 6. éve működik itt a városban. Elsősorban mesekönyveket, játékokat és egyéb olyan ajándékokat szeretnénk gyűjteni, vagy felajánlásokat, adományokat, amelyek elsősorban a gyermekeknek okoznak nagy örömet, hiszen ilyenkor adventáján nagyon sokan adományoznak élelmiszert, hogy az ünnepi asztalon legyenek finomságok, de számunkra az is nagyon fontos, hogy, és elsősorban ezért hirdettük meg ezt az akciónkat 6 éve, hogy mesekönyvek, játékok, ilyen jellegű meglepetések is kerüljenek a fa alá. És idén egy újdonság is van, nem csak ajándékokat és könyveket várnak. Igen, újdonság az, hogy ebben az évben meghirdette a Család Esélyteremtő és Önkéntes Házak. Közösen meghirdették a 19 megye és a főváros, hogy ajándékozzunk élményt a családoknak. Olyan élményt, ami nem egy ilyen jellegű tárgyban jelenik meg, hanem olyan élmény, amin együtt a család részt vehet, elmehet egy uszodába közösen, elmehet egy filmet megnézni közösen, és ennek felhívása keretében hirdettük meg, hogy ajándékozzunk, egyéb más jellegű örömöket is szerezzünk, így megszólítottuk a különböző cégeket, és örömünkre szolgált, hogy ehhez többen ehhez a felhívásunkhoz csatlakoztak, és ez a jótékonyság elsősorban az átmeneti családok átmeneti otthonában élő rászoruló családokat fogja segíteni gyermekeikkel együtt, és itt karácsony táján elmehettek egy moziba, elmehetnek az uszodába. Ennek köszönhetően, illetve a Vadasparkba, ennek köszönhetően a megyében 3 ilyen családok átmeneti otthonát fogjuk tudni segíteni, támogatni az ott élő családokat, itt Kecskeméten, Kiskunfélegyházán és Kiskunhalason. A kecskemétieknek a Malom központ jóvoltából át fogunk tudni adni 11 darab mozi jegyet, családi mozi jegyet, ami nem csak a mozi belépő fogja tartalmazni, hanem ezzel együtt egy kis édességet vagy finomságot, illetve üdítőt.
A másik a vízmű ZRT-nek a támogatásának jóvoltából 7 családi belépőt fog kapni a fürdőbe, élményfürdőbe, illetve a Vadas Park 130 darab belépőt ajánlott föl, amit szétoztunk a családok átmeneti otthonában lévő családok között. És mint látható, számtalan felajánlás érkezett. Szombaton 21 gyermek kapott Tiszaalpáron játékokat és könyveket. December 21-én pedig újabb 100 gyermeket ajándékoznak meg. Az élménygyűjtés során több mint 150 gyermek mehet szüleivel fürdőbe, moziba, vagy éppen a kecskeméti vadaskertbe. A segítségnyújtásból a legfiatalabb korosztály is kiveszi a részét. Játékokat. Társas játékokat. És miért hoztátok el ezeket a játékokat? Hogy minden gyereknek boldog karácsonya legyen. A gyűjtés december 21-ig tart, addig várja a felajánlásokat, adományokat a Bács-Kiskun megyei család esélyteremtő és önkéntes ház, hogy így boldog karácsonya lehessen mindenkinek. A híróra végén most is összefoglaljuk a mai híradó legfontosabb témáit egy percben, az esti gyors következik. Késsel végzett élettársával majd saját életét is megpróbálta kioltani a városföldi férfi. Ma beismertetettét és előzetes letartóztatásba került. Nem engedték fel a buszra az édesanyát, miközben értelmi sérült fia már feljutott. A fiúnak papírja volt arról, hogy nem utazhat egyedül. Meggyújtották a harmadik gyertyát a város adventi koszorúján, már csak egy hétvége van karácsonyig. 2019-ben különleges programsorozattal ünneplik a Leskovszki hangszergyűjtemény fennállásának 40. évfordulóját. Több mint 500 000 forint értékű támogatást kapott a Hunyadi Városi Csengettyűs Bölcsöde, az összegből az egész intézményben kicserélték a szőnyegeket. Harmadjára rendezték meg a Luca Tánca Boszorkány Szombatot, tűzzsonglőrök vezették a több száz fős felvonulást, fényt hozva az éjszakába. Holnap is várjuk Önöket hírórával. 7 órakor kezdünk a híradóval, ahol elmondjuk az aznapi legfontosabb történéseket, majd itt a kiemelőben számos háttérinformációval és érdekességgel szolgálunk. Köszönjük a ma esti figyelmet, holnap 7-kor kezdünk, tartsanak velünk akkor is, most további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!